A mai napon úgy döntöttem, hogy úgy fogok élni, mint Dwayne Johnson, azaz The Rock, az egyik kedvenc amerikai színésze. Nagyon sok hírességnek vagy celebnek meg lehet találni a különböző féle rutinjait, és a The Rock megosztotta velünk az egész napos rutinját. Úgy néz ki, hogy nagyon durva napom lesz, mert rengeteget kell zabálja, kétszer is kell edzenem, és hát a többi majd kiderül. Még talán láttam, hogy ezt a fajta challenge-et kipróbálta egy-két ember a YouTube-on, tehát megint elmondom, nem feltétlen saját az ötlet, és kiemelem, hogy nyilván nem vagyok se profi testépítő, se edző, se semmi ilyen jellegű szakmában nem vagyok én profi. Nemrég kezdtem edzeni, és próbálok egy kicsikét felszedni magamra, de úgy döntöttem, hogy miért is ne próbálnám ki magam ebbe, úgyhogy elsősorban egy elég húzós dolog következik, reggel 5-kor kell keljek. Konkrétan nincs 2 perc, hogy felkeltem. Jó, ki az a hülye, aki ilyen korán fel kell az, hogy elmenjen futni? Ráadásul úgy érzem, hogy nem aludtam túl jól, remélem nem fog kidőlni. Amután kicsit összeszedtem magam, 5 óra 30-kor elindulok és elmegyek futni egy fél órácskát. Őszintén szóval, skacok, meg kell, hogy félek a mai naptól, mert hát a Rock bácsi 5-ször eszik konkrétan tonna mennyiségre, és én nem tudom, hogy ezt fogom-e tudni tartani. Szóval nagyjából ezek az ételek fognak nekem egész nap kelleni, nem tudom, hogy mind-mind el fogom befogyasztani, sőt kétlem. Azt hiszem, hogy egy kivételével minden itt van. Nem elég, hogy rosszul aludtam, mert hát a hétvégén olyan fantasztikus volt, hogy egyszer az egyik videómat le akarták töröltetni, aztán a másiknak pedig feltörték a csatornámat. Erről még később beszélek. És hát tudom, ezt igazából egy órával korábban kellene kezdeni, de hát a kiárási tilalom nem engedi csak azt, hogy 5 után menjenek ki az emberek. Szétfagytak a kezeim. Látszik, hogy nem sokára fel akar kelni a napocska, eléggé kezd kékülni az ég. Egész jól ment a futás, de már menjünk be valami reggeli csinálni, mert tényleg megéheztem. Ne ugass már nekem. Amiután megvolt a futás, egy gyors zuhanyt vettem, és nekiálltam megcsinálni az igencsak atom reggelimet. Azt már viszont nem tudom, hogy miért kell különválasztani ennyiszer a fehérjét a sárgájától, szóval, hogy sokkal több fehérje kell, mint sárgája, de megcsináltam, elválasztottam. Kajálással kapcsolatban pontosan meg lehet találni azt, hogy miket eszik és hányszor, és hát nyilván én egy kisebb súlycsoport vagyok, nem fog akkora mennyiségeket zabálni, ezért amikor átfordítottam az angol listát az enyémre, egy kicsikét azért visszavettem az adagokból, mert hát meg kéne bírni valahogy ezeket a kajákat. Most már arról van szó... Na most már Rock bácsi a Google szerint 118 kiló. És hát azért valljuk be, én jóval kevesebb vagyok. Amúgy is nehéz lesz elképzelni, hogy 5-ször hogy fogok enni, szóval hát nagyjából az én méretemhez képest fogom igazítani az adagokat, de az 5 étkezés az meg kell legyen, aztán az akkor legyen. És azért beszélek halkan, mert hát most még alszik. Kérem szépen, itt lennénk végül. Farkaséhes lettem, amit megcsináltam, úgyhogy vegyük röviden is tömören, mi van itt. Csináltam tojásrántottát többnyire tojásfehérjéből. Itt van a steak, a steakről viszont annyi, hogy ezt tegnap rendeltem, és most újra melegítettem, mert hát én személy szerint nem próbáltam steaket csinálni, és hát reggel 6-kor szerintem a halálnak sincs kedve ilyen hosszú procedúrás kaját megcsinálni. Itt lenne a zabunk is, raktam mellé egy kis tejet, meg egy kis fahéjat, hogy legyen egy kicsi íze, úgy magára szerintem elég unalmas a zab, és itt van egy pohár narancslé is. Zabatáj! Nagyon finom volt, nagyon ízlett. Na de most várnom kell egy kicsit, hogy a bendőmbe a kaja megemésztődjön, és utána elmegyünk edzeni. És mesélni fogok nektek egy nagyon idegesítő és nagyon vicces sztorit nem sokára. Na most már a sztori az annyi lenne, hogy azért nem vagyok az energiámnak a csúcspontján, mert hát elég rosszul, illetve keveset aludtam. Egyszerűen a hétvégén nem elég, hogy le akarták törölni az egyik videómat, de utána még fel is törték a csatornámat egy pillanatra. Nyilván e-mailbe szoktam néha-néha kapni felkereséseket ilyen olyan szponzorációnak az érdekében. Általában meg tudom különböztetni a scam és az igazi felkereséseket, de az ügyen nagyon, de nagyon okosan és lépésről lépésre kitervezett minden. A lényeg az, hogy már egy alapból népszerű oldalt kellett volna promózzak, ahol tárolhatod a fényképeid, videóid, stb. Stb. Tök normálisan egyeztettünk e-mailbe, hogy hogyan képzeli a dolgot, én is hogy képzelem el, mennyit szánnak erre. Mikor egyszer csak oda kerültünk, hogy küldött egy Google Drive-os linket, amiben azt mondta, hogy ott van a dokumentum, a szerződés, olvassam el, hogy egyetértek az egészen, és tényleg egy dokumentum fájl volt, meg is néztem. És most jön az igazán agy...
rákattintottam erre a dokumentumra, instant letöltötte a gépemre. Nézem, hogy jó, oké, ott van. Akkor megnézem, akárhányszor rákattintottam, nem történt semmi. 5 másodpercre rá fel volt törve az akkontom. A telefonom jelezte, hogy Németországba bejelentkeztek a Google fiókomba, de instant. És az a poén, hogy a business e-maileven keresztül beszélgettünk, és mégis a másikat törte fel, szóval kb. Szerintem minden Google fiókot a gépen instant feltör ez a program, és egyet semmit nem látsz belőle, nem tudod, mi történik. És az egyetlen, de nagy szerencsém az az, hogy a telefonom ott volt egyből a kezemnél, és be van kapcsolva a két lépcsős azonosító, amit nem tudom, hogy de ezt kiskippeltek, de hogyha én egyből rányomok, hogy nem én vagyok az, mert ugye a telefonszám össze van kötve a fiókom, akkor őt egyből kijelentkezteti, és egyből ajánlta, hogy jelszavat változtassak, meg is tettem, és hát ott órákig el voltam, konkrétan reszkedtem, van ideges voltam, hogy tényleg ennyin múlik egy Google fiók. Ennyi a nagy sztori, remélhetőleg most már biztonságban a csatornám, na de most már tényleg irány edzeni. Megérkeztünk. Na, let's go! Én személy szerint 3-4-szer tudok elmenni egy héten edzeni, és ilyenkor is toló per húzó napokat tartok, és hát igyekszem, nagyon nehezen tudok felszedni magamra, de úgy érzem, hogy ha kitartó vagyok, akkor meghozza majd az eredményt. Nagy ehekek, edzés, pipa, viszont van egy nagy gond. Most szinte instant kellene megegyem a második adag kaját, csak hát meg kell süssem és főzzem. Villámgyorsan hazamegyünk és villámgyorsan megpróbálom megsütni azt a csirkét, brokkolit, stb. Egy csomó mindent kell most tegyek. Halomra kell zabáljam magam! Ugye teleportált egy segítség nekem. Help. Mi nem a kenguru hús egyébként? Biztos, hogy igen. Hola, hát nekem is csinálj akkor, te fiú. Csinálj nekem is. A véleményed? Tudok főzni? Hát, tudni tudsz, ennek felét nem tudnám megenni. Lehet, hogy én se tudom, de amilyen ilyes vagyok, biztos, hogy belül. Csirkemell, paprika, brokkoli és a gombát azt rendeltem, mert azt nem mertem megcsinálni, még sose csináltam, de viszont a brokkoli, paprikát, csirkét azt én raktam össze, és hát itt egy proteinshake, úgyhogy... Tudtam, hogy nem tudsz ellenállni. Hát én ittettem, és le tudnék feküdni és meghalni. Na jó van, lefekszem meghalni. A következő program, foglalkozni kell a munkával per bizniszsel, stb. Fél utom megakadt a bőr. Tényleg egész nap zabálni fogok, és főzni, meg sütni. Nos, egy kicsit tudtam haladni a videóvágással, meg ilyen olyan egyéb dologgal a gépen, és hát eljött a harmadik étkezés, azaz az ebédidő. Csak van egy kis probléma. Egyáltalán nem vagyok éhes jelenleg. Egyél meg, tömd a pofát, köcsög. Egyelőre nem tudom, hogy mit... Most komolyan havazik, egy picit látszik talán, de könyörg. Mindjárt itt van április, és még mindig havas idők vannak. Megmutatom, hogy kell darabolni. Hű, na ez igen. Én azt mondom, hogy Gordon Ramsay elbújhat mellettem. Mi mellettem? Mögöttem. És elkészítettem a harmadik kaját, azaz ebédet, amiben van egy egész tojás, vegyes rizs, egy incsinkladó és ízletes lazac, egy brokkoliadag és celler. Az a helyzet, hogy a listán spárga van, és a spárgát cseréltem ki cellerre, mert hát egyáltalán nem kaptam nálunk a városban. Fogalmam se lett volna, hogy kell készíteni, meg amúgy is a cellert azt szeretem, úgyhogy most egy ennyit nézzetek egy. Ennyi vaki van az egész étrendben kb. Na de egy szó mint száz, inkább kóstoljuk meg. Annak ellenére, hogy egyáltalán nem vagyok éhes, mert egy csomó kaját ettem ezelőtt is, nagyon ízlik, és ez tudja, hogy el fog fogyni. Nem is tudtam, hogy ilyen profi szakács vagyok. Hú, gyerekek, nagyon gondolkozom ezen a...
utolsó brokkoli. Oh, innen már tényleg csak az enne, aki nem tudná, mi az elég. Én nem tudom. Te hülye vagy, b***. Aztán. Hogy lehet annyit? Neten úgy szerepel, hogy ebéd után konkrétan még több elintézni való intézése. Horsi, annyit ettem, meghalok. Én is mindjárt annyit eszek. A few moments later. Istenem. Csak ki akartam ütni a jegyzetfüzetem, hogy pipázzam ki azt, hogy megcsináltam, és belenyúltam a kaktuszomba, és három tüske van a kezemben. A kis köcsög itt van, alig látszik, de ott van a kis köcsög. Itt is lenne az ebéd, köszönjük szépen. Ezután elintéztem egy-két dolgot a városban, és még közben egy pár telefonhívás is. Őszintén szóval én ezzel a három étkezéssel is szerintem bőven beérném. Nem tudom, hogy a Derák mit érez, és mekkora feketejük van a gyomrába, nagyon durva. Továbbra sincs szinte semmilyen étvágyam, de hát be kell zabálni ezt is. Kicsi naturkunkli egy jó pofás steakkel, és ide is párga jött volna, de van még a dinnye juice is. Ez biztosan nagyon finom, alig várom, hogy megkóstoljam, sőt... Hogy lehet ezt napi rendszerességgel bírni? Nem baj, legalább most jön, azt hiszem, a szabad idő, vagyis a program szerint most azt csinál az emberünk, amit akar, úgyhogy én is valószínű, hogy valamilyen relaxálás lesz, vagy gémelés, vagy ilyesmi. Visszajött egy darab. Lefeküdtem meghalni, de nem sikerült. Most kezd kiütni az a két edzés, a halomra zabálás, és hát a reggel 5-kor kelés. Még van egy utolsó és ütős és félelmetes dolog. A Daráknak az utcsó étkezésén 10 darab tojásfehérje, pluszban még fehérjepor turmix, gondolom. Lehetetlen, hogy én ennyit tegyek, úgyhogy szerintem egy vagy max 2. Fajt, belegondolj is rossz. Rokbácsi listáján pontosan casein fehérje volt. Milyen szerencse, hogy nekem is van ilyen. Kizeköcsarni! Nos, a fehérjék mellé kell valami nyomtató, azaz ez a rengeteg gofri, igen, ezt fogom begyúrni! What the f***? Ez még viccnek is rossz. Ebből maximum egyet fogok megenni, vagy egyet tudnék megenni. Na de viccet félretéve, én csak 2 fehérjét mertem bevállalni, plusz a por. Hát nekem biztos nem lesz ma protein hiányom. Azért egy ilyen még... Egy ilyen muszáj, hogy valami nyomja az ízét. Van kedved mosogatni? Azt beszéltük, te mosogatsz. Egész nap te ettél. Te mit csinálsz? Minecraft. Létezik, hogy te Minecraftozó? Eltévedtél. Csoki! Tessék! Kalácsképű! Mi van kalácsképű? Hú, na de viszont ezek után tényleg már csak az a dolgom, hogy lefeküdjek meghalni. Számomra ez rengeteg kaja, tényleg ennyiszer nem kell legyek. Végeredményben azt kell, hogy mondjam, hogy meg se engedhetném magamnak anyagilag se és ideileg se ezeket a kajákat. Ugyanis a steak meg a lazac hát elég drága cucc, néha-néha belefér, de minden nap nem tudom elképzelni. És hát konkrétan a napon fele csak abból állt, hogy sütök meg főzök. Szóval a Daráknak tuti, hogy van erre szakácsa. Tehát biztos, hogy nem ő csinálja, amúgy is mennyi dolga lehet egész nap ezen kívül. Ez most komoly. Beesett oda az írószer. Összeszarom magam, esküszöm. Na de egy végezet, hogyha tetszett, akkor tudod, hogy a lágat is az azgazva, hogy nem vagy tudok.